Üdvözlöm Önöket a Finnugortátos Front fegyveres milíciája nevében is. Előbútunk az etel közből ismét, mert szólít a haza. Megdöbbentő az, ami ma a politikában és a médiában történik. Örülünk, hogy nem mi vagyunk az egyetlen csoport, aki még tisztán gondolkodik. Ezúttal is üdvözletem küldöm a Pán Magyar Fegyveres Harcvonal Néptán csoportnak, a Magyar Nemzeti Forradalmi Ítélet Végrehajtó Ezredének és az Univerzális Egység Hazafia Szövetsége Brigádoknak. Mi nem olvasunk bevizálási jelentést, nem vakerolunk különböző zsavlezolásokat, nem beszélünk azokról a dolgokról, amiket tudunk és amiket nem. Népes táborral rendelkezünk az egész országban és középföldén egyaránt. Mi képesek vagyunk arra, hogy akár 9 millió embert is passzív tüntetésre szólítsunk fel és elérjük, hogy ne jöjjenek ki az utcákra. Ez a pisztoly szimbolizáljuk mindazt, amit fontosnak tartunk. Egy kis erős társadalom, ahol a narcoszindikalista közösség alakul ki és hetenként más gyakorolja a végrehajtó hatalmat. De minden döntését a két hetenkénti gyűlés erősíti meg. Belügyekben elég az egyszerű többség. De legalább kétharmad kell a jelentősebb döntésekhez is. Figyeljenek ide! A teringettét! Lárifári, azt hiszik Önök, hogy mi csak fenyegetőzünk egy játékpisztollyal? Egy lövés és boom headshot. Miféle szólásszabadságnak nevezi magát ez a böszmeség, ami ma itt folyik? Az Uzi sohasem hazudik, megmondta a Chuck Norris is. Vagy ő nem Chuck Károly? Erre már én sem emlékszem. De esküszöm, nem értem, miért kell kivinni az embereket az utcára, 2000 ember nem 10 millió, de a média felfújja akkorára, mintha ez országos méretű forradalom lenne. Ezzel is kérem a jó hiszemű embereket, hogy ne fokozzák tovább a helyzetet és ne menjenek ki az utcára függetlenül bármilyen köresemestől vagy körülméltől. Megértésüket köszönöm, hajrá Magyarország, Isten óvja a királynőt. És a lényeg, lesz itt még balazd mereg. Önök a Finnugortátos Front fegyveres milíciája első bejelentkezését láthatták. Neven maradjon titokban, legyen elég annyi, hogy a kalapos jelti.